második világháború után az újjáalakult Csehszlovákiában az 1945. április 5-i kassai kormányprogram a magyarokat és a németeket kollektívan tette felelőssé az ország felbomlasztásáért. Az 1946-ban jogerőre emelkedett benesi dekrétumok következményei állampolgársági jogoktól való megfosztás, internálás, vagyonelkobzás, csehországi deportálás, állások elvesztése, az anyanyelv használatának és kulturális egyesületeiknek betiltása. Csibik Krisztina, a Magyarságháza igazgatója mondta el a felvidéki magyarok kitelepítésének rövid történelmi összefoglalóját. Ami ezután következett, azt mindenki ismerheti a történelem könyvekből. A felvidéki magyarság jelentős részének kellett elhagynia az otthonát és átköltöznie Magyarországra, keresni új lakhelyet és kezdeni egy teljesen új életet. Erre az eseményre emlékeztek azon a műsoron, melyre a Bátaszéki Felvidék Néptánc Együttes is meghívást kapott. Micsoda madarak járják, járják, mi is járjunk, tartos kedvi lányok, szeretik a mákot. Igazából régi álmom valósult már meg, hiszen a Magyarság háza életében kiemelkedő jelentőségű az április 12-e, a felvidéki magyarok kitelepítésének emléknapja, és már több mint 20 éves barátságok, ismeretségek kötnek a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesülethez, akik egyedülállók abból a szempontból, hogy a felvidékről kitelepített magyarok kultúráját, hagyományait, tánchagyományát, néphagyományát őrzik, viszik színpadra. Semmit sem változott az elmúlt 22 évben ez az együttes, csupán annyit változott, hogy vérprofikká váltak azok a táncosok, akiket annak idején Partiné Harcsa Magdolna indított útjára szedett össze, hogy ezeket az akkor még nagyon különlegesnek számító kultúrát be tudják mutatni. Azóta is végzik ezt a kitartó munkát, és végre itt lehetnek a Magyarság háza szervezésében egy április 12-i napon, amikor is arra emlékezünk, hogy ekkor kezdődött el 1947-ben, 75 évvel ezelőtt a magyaroknak a kitelepítése és Magyarországra való áttelepítése. Az áttelepítés során Bonyhád környékére 680 család, közel 3000 ember érkezett. 20-nál több településen szóródtak szét, és leltek új otthonra. Egy-egy településen, egy-egy kis faluban, 6-8 faluból, városból érkezők találkozhattak. A templomban ismerkedtek, hiszen egymással semmiféle kapcsolatuk nem volt, egymásnak idegenek voltak, ott ismerkedtek meg, úgyhogy én azt gondolom, hogy az elmúlt 75 évnek az egyik legnagyobb eredménye és legnagyobb csodájának tartom én, hogy ők meg tudták őrizni az identitásukat, hogy egymásra tudtak találni, hogy kapcsolatokat tudtak kialakítani, és egy ilyen gyönyörű, sikeres tánccsoportot is tudnak éltetni. A bátaszékiek számára különleges megtiszteltetés volt, hogy a pozsonyi Szőttes Néptánc Együttessel közösen képviseltethették magukat az emlékesten, mondta Kalmár Éva, az együttes vezetője. Már eleve az megtisztelő, hogy ezt a napot, a 75. évfordulót ott Budapesten, a Nemzeti Táncszínházban, a Magyarság háza szervezésében rendezett rendezvényen tudtuk tölteni, és ott emlékeztünk erre a szomorú és tragikus dologra. Rengeteget készültünk, nagyon fontos volt nekünk, hogy ezen a programon helytálljunk, és minőségileg is oda tegyük magunkat. Én azt gondolom, hogy nem vallottunk szégyent, tehát nagyon-nagyon jó műsort és színvonalas műsort tudtunk a pozsonyi Szőttes Együttessel közösen létrehozni, illetve előadni. Ami nagyon szívet melengető volt számunkra, hogy azon kívül, hogy ott voltunk, hogy Budapesten Nemzeti Táncszínház és tényleg egy budapesti megemlékezésen vettünk részt, nagyon-nagyon jó érzéssel töltött el minket, hogy a táncosokon kívül 30-an eljöttek velünk. Innen Bátaszékről és Nagysallóból egyaránt. Ugye Nagysalló Bátaszéknek a testvértelepülése, akikkel egyébként idén ünnepeljük a 25. testvértelepülési kapcsolatot, és onnan is több mint 10-en eljöttek, megtisztelve ugye az eseményt, és megtisztelve az egyesületet, a tánccsoportot,
és megnézték. Megnéztek minket, részt vettek a megemlékezésen, és ez iszonyat nagy dolog volt. Számtalan próba, a nagyobb felkészülés ismét közös mederbe terelte a munkát, és ez meglátszott azon az estén és a következő fellépéseken is. A megemlékezést követően még számos programja volt az Egyesületnek. Ugye utána közvetlenül jött a húsvét, az ünnepek, húsvét hétfőn ugye a hagyományos húsvét hétfői programunkat megtartottuk, locsolkodás, kézműves foglalkozás, és hát minden, ami gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt élmény. És húsvét hétfőt követő kedden, tehát 19-én már újra megmérettettük magunkat, ugyanis a Tolna megyei Cinege Madár népzenei versenyen, népdaléneklési versenyen vettünk részt, ott is nagy örömünkre jó eredménnyel aranyminősítést kaptunk, így tovább jutottunk a döntőbe, illetve a kóta minősítésében is országos aranyminősítést kapott a felnőtt tánccsoport lány és asszony tagjaiból álló népdalkörünk. Ez a szereplés sokat segített abban, mondja Kalmár Éva, hogy a Covid miatt kissé megtépázott és szétesett együttes újra visszataláljon önmagához. Akkor, 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 akkor.